Elindul az Exkluzív című műsor itt a Spirit FM 87,6-on. Ma is különleges vendégünk van, talán ezért is a műsor címe Exkluzív. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, miniszter úr. Tényleg megtiszteltetés, hogy eljött hozzánk, hiszen nagyon-nagyon sűrű a program, ezt az előbb elárulta, hogy már rohan is az interjú után. De beszéljünk a legfontosabbról, a COVID-helyzetről. Hogyan látja most, milyen a COVID-helyzet Magyarországon? Nagyon köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy elmondhatom a véleményemet. Nem is a helyzetről beszélek, hanem a tényekről beszélek, amúgy is hajlamos vagyok rá. Ha nézzük a fertőzési számokat, akkor azt lehet mondani, hogy a november 11-i szigorító intézkedések után magyarországi járvány lecsengőben van, jelentősen csökkent a fertőzöttek száma, a kórházi kezeltek száma, intenzív osztályon és lélegeztetőgépen lévők száma. Ez belátható módon Magyarországon megszűnt volna. Azonban körülbelül január közepén megjelent az angol mutáns, amelyikről tudjuk azt, hogy körülbelül 70%-kal nagyobb a fertőző képessége, ami azt jelenti, hogy az egy ember által átadott további fertőzéseknek a száma egy fölött van, ez rendkívül veszélyes. Ez a helyzet Magyarországon január 17-től egészen a mai napig az RT-nyesző éppen 1,34%. Ennek megfelelően a fertőzéseket jellemző gomperc körbe, ami szerkesztő úrnak a kedvenc görbéje volt, ez exponenciális görbére váltott át, ami azt jelenti, hogy rendkívül meredek az emelkedés, és azt lehet mondani, hogy körülbelül 20 naponként duplázódik a fertőzöttek száma, duplázódik a kórházba kerülők száma, duplázódik a súlyos betegeknek a száma, és a halálozási adatok is várhatóan nem fognak csökkenni a következő időszakban. Mindez azt jelenti, hogy ennél a fertőzési felfutásnál megjelent további komponens is, mégpedig az, hogy a fertőzések nagyon markánsan megnőttek a fiatalabb korosztályok körébe. Jelen pillanatban a fertőzés leggyakoribb az 50-65 éves korcsoportba, utána következik a 40-50 év közötti, utána következnek a 65 fölötti korcsoportba tartozó emberek, de megjelennek már a 20-30 év közötti korcsoportban is a fertőzések. Halálozásnál is, illetve a betegség súlyosabb formáinak a megjelenése nem ugyanilyen arányban, de eltolódott az ifjabb korosztályok felé. Hogyha nézzük foglalkozási ágonként, rendkívül meredek az emelkedés a társadalom minden rétegébe, beleértve a köznevelés intézményeit is. Tehát a kérdésére számokkal válaszoltam, azért, mert ebből következik az, hogy milyen lehetőségeink vannak, addig, amíg az oltások tömegessége el nem éri azt a kritikus értéket, ami az egész társadalmat, a populáció egészét védi, tehát az oltások hatására bekövetkezik a fertőzés szám csökkenése, és vele együtt az összes többi paraméter javul. Tehát azt a pillanatot kell megvárni, ami néhány hét múlva következik be, amikor a fertőzés görbéje és az átoltottak egyenese vagy szolidabb görbéje metszi egymást. Egy csomó témát felvetett miniszter úr, amivel szeretnék belekérdezni, mondta az angol mutást, de már létezik más, például a dél-afrikai mutás is. Az angol mutáson kívül van még más milyen mutálódott COVID vírus Magyarországon? Ez a vírusoknak a természete, hogy az időben különböző külső tényezők hatására megváltoztatják a kémiai szerkezetüket. Tehát ez egy természetes jelenség, nagyon sokféle mutáns van, de ezek legtöbbje nem híresül el, mert nem befolyásolja a betegségnek a lefolyását lényegesen, ne adja Isten kedvező irányba befolyásolja, ez ad abszurdum, jelentheti azt is, hogy a járvány megszűnik. Ennek lehet
tek az elődeink a tanúja nagy spanyolnátha idején, amikor semmiféle védekezési lehetőség nem volt, vakcina se volt. A járvány úgy szűnt meg, hogy olyan vírus mutáció terjedt el, amelyik nem veszélyeztette az embereket. Ugyanakkor viszont vannak olyan mutációk is, amelyek súlyosabb korlefolyás, gyakoribb fertőzöttséget jelentenek. Ezek közé tartozik az angol mutáns, ide tartozik a dél-afrikai, ide tartozik a brazíliai, aztán van mindenféle egyéb, kaliforniai se, norvég is lehetne sorolni. Magyarországon is többféle mutáns van. Ezeknek a döntő többsége nem befolyásolja a fertőzést. Több interjút láttam most miniszter úrra, vagy legalábbis hivatkoztak miniszter úrra például a Facebook posztjára, és amikor bevallom őszintén, amikor készültem, én is megnéztem, hogy milyen Facebook posztok vannak miniszter úr neve alatt, és minthogyha olyat mondott volna, hogy szigorítások lehetnek a következő hetekben, lehet szigorítás, tehát azt gondolja szakmailag, hogy még jobban kellene zárni. Ugye itt szóba került az iskolák esetleg. Önmagában a felsorolt számok azt jelentik, hogyha minden marad a jelenlegi állapotába, akkor a fertőzések száma tovább fog emelkedni. De mivel 70%-kal gyorsabban terjed a vírus, ez már nem ugyanaz a járvány görbe, járvány lefutás, fertőzési adatsor, ami az első fázisban vagy a második fázisban volt, hanem egy sokkal gyorsabb pergő folyamat. Hasonlatot tudnék mondani, nem azonosságot, tehát nem egészen stimmel, de ismerjük az arab mesét, hogy a kalifától azt kérte az egyszerű arab, hogy a saktáblán mindig duplázza meg a búza szemeket, és az a jutalma. És amikor elérte a saktábla közepére, az már akkora búza mennyiséget jelentett, ami a világon nem létezett. Nem ilyen tempóba terjed a fertőzés, de érzékeltetni akarom, hogy felgyorsult. Hát amikor az előbb azt mondta, hogy exponenciálisan nő, az azt jelenti, hogy hihetetlen gyorsan, tehát majdnem azt mondani, hogy duplázódik, szinte másodpercenként vagy percenként. 20 naponta duplázódik. 20 naponta, az hihetetlen gyors. Szóval visszatérve, szigorítás, zárás. Ebből igen. Az következik, hogy mérlegelni kell a szigorításokat, mert nem csak a járványügyi helyzetet kell figyelembe venni, hanem az, hogy a vírus járvány a társadalom egészének az életét befolyásolja, és bár nyilvánvalóan prioritás az egészségvédelme, az életvédelme, de ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy a gazdaság működjön, a magyar családok életbe tudjanak maradni, gazdasági értelemben is, de kiterjed mindenre, az oktatási rendszerre, a szigorításnál mit lehet tenni, meddig lehet elmenni, a boltok nyitva tartása. Hogyha nagyon röviden, mert rövid az időnk, össze akarom foglalni, ha minden lehetséges szigorítás 100 egységnek veszünk, akkor Magyarország jelen pillanatban ezeknek körülbelül 70%-ával élt. 30%-ban nagyon sok minden belefér, nagyon sokféle intézkedés belefér. Hát el kell dönteni majd, nagyon-nagyon sok szempont nehéz mérlegelésével azt, hogy milyen lépések jönnek a következő néhány hétbe, ami rendkívüli kihívást jelent a társadalomnak is, iskolarendszernek és az egészségünknek is, és más területeknek is. Holnap ugye akkor operatív törzs, szerdán hajnalban, erről beszélgettünk az interjú előtt, hogy hajnali 4-kor kell, és megy oda kb. 6-tól 8-ig, 9-ig ülésezik az operatív törzs. Azt fogja javasolni, hogy legyen zárás, vagy legyen szigorítás? Én el fogom mondani a járványügyi szempontból mérlegelendő döntéseket, de az operatív törzsnek az összetétel olyan, hogy minden szempontot figyelembe lehet venni, amely a társadalmat érinti. Tehát reggel 6-kor operatív törzs, mint ahogy minden hétfő, szerdán, pénteken, és holnapi napon ezt követően kormányülés van, ahol a kormány döntéseket fog hozni. Uh-huh. Beszéljünk a vakcináról egy kicsit. A legtöbbet a sajtóban most a kínai vakcina van. És úgy tudom, hogy miniszter úr már látta, vagy kapott róla
jelentés, vagy nem tudom, minek hívják, a kínai vakcina dokumentációjáról, meg az NNK-ba, ugye a Nemzeti Népegészségügyi Központban meg is vizsgálták magát a kínai vakcinát. És mi a véleménye róla? Mivel nagyon összetett kérdésről van szó, és ebben is, mint ahogy mindenben, mindenféle előzetes képzettség és jelenlegi ismeret nélkül mindenki beszél, pártállástól függetlenül sokszor orvosokat is beleértve, én azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokféle engedélyezési lehetőség van. Megvan a WHO kritériumra, az amerikai, az FDA, az európai, az EMA, vannak ázsiai rendszerek, és minden nemzeti hatóságnak megvan a lehetősége a döntésre. Magyarország ezekhez a kritériumokhoz igazodik, és azt tudom mondani, hogy minden egyes vakcina esetében nem csak azt mérlegeljük, hogy milyen nemzetközi hatóságok engedélyezték, hanem a saját tradícióink, a saját szakembereink véleménye alapján kontrolláljuk az engedélyezéseket. Ugye előtte az orosz vakcinát szitták, most már az orosz vakcináért tolonganak, szlovákok, csehek megrendelték, nem fogják tudni elkerülni a németek, franciák, és lehet sorolni. Tehát Magyarország megint gyorsabban gondolkodott, és megint gyorsabban lépett. A Sputniknál is, és a kínai vakcinánál is a magyar szakemberek oda költöztek a gyártás színhelyére, és a világon mindenütt alkalmazott akkreditációnak az egyik részét. Tehát magát a gyártási folyamatot ott helyben ellenőrizték. Mind a két esetben. Ez tökéletesen megfelelt nem csak a WHO előírásoknak, vagy a kínainak, orosznak, hanem az európainak is. Teljesen automatizált rendszer, a gyártás minden fázisát automatikusan kontrollálják, és emellett a kínai, illetve az orosz gyógyszerhatóság is ellenőrzi. Tehát ezeket a mi kiváló szakembereink ott helyben ellenőrizték. Az engedélyeztetéshez a másik szempont, hogy legyen meg a szakmai dokumentáció, tehát azoknak a vizsgálatoknak az összefoglalása, itt a klinikai vizsgálatról beszélek, aminek a vége a fázis 3-as vizsgálat, legyen megfelelően dokumentálva. Ezek is rendelkezésre állnak, az orosz vakcina esetében is rendelkezésre álltak, és ezen túlmenően a Lancetben, ez a világ egyik legnívósabb orvosi lapja, megjelent a fázis 3-as vizsgálat értékelése, amit mindenhol el kell fogadni, hiszen a Lancet, mielőtt kiadná magát a közleményt, szakmailag a világ legkiválóbb embereivel ellenőrizteti. És csak ezután történik meg a OGI-nek az engedélye, engedélykiadása azzal a megkötéssel, hogy a kész vakcina, ami ide érkezik Magyarországra, még további vizsgálatok alá kerül, és például az orosz vakcina esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ még 8 vizsgálatot végzett el, és amikor egy-egy egységnyi gyártott vakcina érkezik, ezt mindig megismétlik. Ebben benne van, hogy nem toxikus-e, nincs-e vírusszaporodás megadott körülmények között, tehát a legmagasabb szakmai kritériumok szerint, erre mondtam folyamatosan, hogy Magyarországon csak olyan vakcina kerül forgalomba, ami hatásos, bizonyította hatásos, és komoly mellékhatása nincs. Ez vonatkozik a kínaira is. Jelen pillanatban tudom mondani friss hír, hogy a kínai vakcinát a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálja tételesen újra meg újra. Szóval nyugodtan ajánlja a kínai vakcinát is. Tiszta szívemből, hát prominens magyar politikusok kínai vakcinát választott. Hát a miniszterelnök is. Hát meg az államelnök például. Ja. Tehát hát itt megint ugye nagyon lényeges dolog tisztázni,
hogy az életkor csoportok és a rizikofaktorok együttese határozza meg, hogy a társadalom melyik rétege milyen vakcinához jut hozzá. De itt nem arról van szó, hogy 65 év fölött ne lehetne hatásos bármelyik vakcina. Itt kizárólag arról van szó, hogy a fázisvizsgálatokat a fázis 3-mal bezárólag a 18 vagy 16 és 60 év közötti életkorcsoportokba vizsgálták, igen, tehát erre van evidencia. És ahogy telik az idő, ugyanúgy, ahogy a Pfizer esetében, ahol kitolták a második oltási időpontját, az AstraZeneca esetében kiderült, hogy az első oltás utáni második oltást célszerű a 12. hétre kitolni, mert a hatékonysága 82%-ra emelkedik, és 3-4 hét után csak 50%-os. Evidencia alapján célszerű megtenni, ez várható a többinél is. Nagyon jó. Mi is kitoljuk akkor a második vakcina beadást? Igen. Ennek az értelme az, hogy az első vakcina után olyan védettség alakul ki, például az AstraZeneca esetében, amelyik a súlyosabb lefolyású betegségeket kvázi a haláleseteknek a számát rendkívüli módon csökkenti. Itt megint csak egy nagyságrendre tudok hivatkozni, hogy annyira hatásos az első vakcina, ahogy a 3 viszonyul a 30-hoz. Tehát 10-szeres védettséget biztosít ahhoz képest, mintha nem történt volna meg. Akkor ez az AstraZeneca-ra. Mi van a többi vakcinára? Az AstraZeneca-ra ez evidencia. Evidencia, oké. Okay. És a többinél pedig evidencia lesz. Tehát AstraZeneca-ra és a Pfizer-re ez már evidencia, mert időközben sikerült azokat a vizsgálatokat megcsinálni, ami eddig hiányzott. Hiszen egyre többen kapták meg, és meg lehetett náluk nézni, hogy milyen a védettség. Meg tudatosan értelemszerűen, hát ahogy nő az átoltások száma, annál több információ, annál több a tapasztalat. Uh-huh. Na most visszatérve a kínaira és az oroszra, egy badasság arra gondolni, hogy miután milliókat oltottak be, meg 10 milliókat oltottak be, az oroszok a saját honfitársaikat veszélyeztetnék, vagy a kínaiakat. Orosz vakcinára vissza, vakcinagyártás tradícióira a Heinemedin vakcinát ők csinálták, az Ebola vakcinát ők csinálták. Mindenki Magyarországon, az én korosztályomban, előtte meg utána orosz vakcinát kapott, 12 félét minden egyes magyar ember. Láttunk belőle hátrányt? Nem. Soha. Gyerekkoromban én is azt kaptam. De 10 millió embereknek az életét mentette meg generációról generációra. Vakcináról az előbb mondott egy érdekes dolgot, átoltottság kritikus értéke. Ez mit jelenthet Magyarországon? Tehát mi az az átoltottság, amikor azt lehet mondani, hogy már, csak inkább kérdezem, hogy már jelentős hatása van annak, hogy nem terjed a COVID. Ezt hát jelenti? Nagyon sokféle számítás, igen, van. Mérvadó az, hogy a népesség 60-70%-át kell átoltani ahhoz, hogy meglegyen az egész népességnek a védettsége. Ezt megfogalmazhatom úgy is, hogy azt a bizonyos reprodukciós értéket folyamatosan egy alá lehessen vinni nagyon hosszú időn keresztül. Az az R, az kisebb, mint 1.0, ugye? Így van, pontosan. Igen. Tehát azt is lehetne mondani, hogy szépen lassan a vakcinák tömegessé válásával, ami még egyszer mondom, Magyarországon áprilisra várható, folyamatosan növekvő, rendkívül dinamikus vakcinációval be fog állni a védettség. Magyarországban most is nagyon jól áll, mert az európai országok között csak Málta, még egy másik ország előz meg bennünket, és az átoltottság a legutolsó szám, amit tudok mondani, az 6,7%, de ez azóta már biztos, hogy 7 fölött van. És ez az előnyünk Európa többi országával szembe folyamatosan nőni fog. Visszatérünk rá, megnézzük áprilisban, ha szépen megkérem miniszter urat, jöjjön el, beszéljünk róla, amikor megvan ez a komoly, kritikus
érték az átoltottság kapcsán, hogy akkor milyen tendencia van. Nagyon fontos a mai dátum, ugye a KED, mert hétfő éjfélig, most témát váltunk, hétfő éjfélig kellett aláírni az egészségügyi dolgozóknak, muszáj puskázni, az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, tulajdonképpen a munkaszerződésüket. Mit tud erről mondani? Jelentek meg tegnap olyan hírek, hogy a Szent Imre kórházban egy komplett osztály állt fel, a Tatabányai megyei kórházban egy csomóan nem írják alá. Bár ma reggel már olvastam olyan hírt is, hogy nyilatkozott a Szent Imre kórház főigazgatója, hogy csak pár emberről van szó, és működőképes az intézmény. Mit tud erről elmondani, miniszter úr? Én az idő múltával egészen biztos voltam abban, hogy magyar egészségügyi dolgozók döntő többsége alá fogja írni. Tudnék, ilyen lehetőség, hogy a fizetések 2,5-szeresére emelkednek és tiltakozik. Az orvostársadalom döntő többsége lehetetlen. Az biztos, hogy van néhány százalék, egy számjegyű, maximum a 10% körüli, akiknek ez az intézkedés kedvezőtlenül jött. Feltehető, hogy közülök néhányan nem írják alá, de meggyőződésem, hogy a döntő többsége igen. A Szent Imre kórházban meg gondolom azért álltak fel az orvosok, mert vége volt a munkaidőnek, és hazamentek. De hogy alá fogják írni, döntő többségükben semmi kétségem nincs. Hát a ma reggeli hír szerint, 17 ember nem írt alá, és inkább ápolók nem írták alá. Kérném szépen, hadd mondjak egy klasszikus példát, ami igen, jellemzi a helyzetet. Julius Caesar március idusán ment a szenátusba. Találkozott az augurral, aki óvta ettől a naptól, és mondta Caesar, hogy itt van a március idusa, és semmi nem történt. Azt mondta az augur, de nincs vége a napnak. Hát várjuk meg a nap végét, és meglátjuk egészen pontosan, hogy mindenféle kommentálás mellett hányan fogják mégis aláírni most. És aki nem írta alá, meggyőződésem, hogy az ő döntő többségük is, tehát a töredéknek a legnagyobb része is alá fogja írni. Kérném szépen, olyan propaganda volt ezzel kapcsolatban, hogy egész biztos vagyok benne, hogy néhány embert meg lehet téveszteni. De ismerem a magyar egészségügyet, kiváló emberek dolgoznak rendkívüli szellemi képességekkel. Tömegeket nem lehet megvezetni. Hogy látja, veszélybe került az egészségügyi ellátás? Amiatt, hogy néhányan nem írták alá, vagy... Azt mondja, hogy 10% alatt kevesebben nem írják alá. A magyar egészség úgy nem volt, nincs, meg nem is lesz veszélybe, meggyőződésem. Akkor meglátjuk, ha a számokat később jönnek ki az adatok, akkor majd arról, ha most már nem tudunk beszélni, akkor beszélünk erről később. Gyorsan visszatérve még, mi most a legégetőbb probléma, hogyha az egészségügy teljes egészéről beszélünk? El tudják látni az intenzív osztályok a COVID betegeket? Mert voltak ilyenről is hírek, hogy például intenzív osztályokon nem kevés az orvos, vagy kevés az ápoló. Hogy látja ezt, miniszter úr? Nagyon röviden csak emlékeztetésképpen mondanám, hogy a COVID járvány alatt összeomlott Lombardia ellátórendszere rendkívüli nehézségek voltak skandinávai viába, Svédországba, Angliába, most utoljára rendkívüli nehézségek Portugália, Csehország, Szlovákia és több ország. A magyar egészségügyi rendszer nem rendült meg, ezt szeretném hangsúlyozni. Egyrészt, mert megvannak a kapacitások, másrészt rendkívül elkötelezett emberek dolgoznak az egészségügybe, és ha a legnagyobb nehézséget tetszik kérdezni, akkor az embereknek az elfáradása. Ezt csinálják egy éve. Rendkívüli szellemi megterhelés, rendkívüli fizikai megterhelés, amúgy is ismert a burnout szindróma az egészségügyben, ami lényegesen gyakoribb, mint bármilyen más foglalkozásiakban, tehát jelen pillanatban én ezt tartom a legnagyobb nehézségnek. A másik, hogy mivel
tényleg az egész társadalomnak kell védekeznie, és rendkívül fegyelmezetten ezt meg is, az első hullám alatt nemzeti egység volt. Alig volt pár tucat vagy pár ezer ember, aki tiltakozott. Hát erre most is szükség van. És felelős embereknek, akik felelőtlenül nyilatkoznak, ezt kéne szem előtt tartani. Utolsó kérdés, csak nagyon röviden, kérem szépen, harmadik hullám? Kellős közepében vagyunk? Nem vagyunk a kellős közepében, de lehetünk. Tehát azért kell megtenni most, tehát én napokban gondolkodom jelen pillanatban. Igen. Most vannak még lehetőségeink, a következő néhány hét várható extrém mértékű fertőzés növekedését, illetve annak a következményeit megállítani. Ezzel élni kell. Oda fogunk figyelni, szerintem most mindenkinek nagyon oda kell figyelnie. Maszkviselés alap, tehát ahogy mi is befejezzük ezt az interjút, én is veszem fel itt a maszk. A miniszter úr maszkba érkezett az előbb egyébként. Siet most egyébként? Igen, mert jön a 100 tagú cigányzenekar néhány képviselője, és nem akarom, hogy elhúzzák a nótámat. Ja, igen, mert hogy helyet kell keresnek neki, ugye? Hát igen, nagyon szerencsétlenül alakult a sorsuk. Uh-huh. Ugyanakkor az, amit ők csinálnak, a szungarikum, a magyar zene azt az érzésvilágot fejezi ki, amit már szavakkal elmondani nem lehet. Erre épül fel a magyar világhírű magyar komoly zene, tehát értékmentés miatt megyek vissza a munkahelyemre. Azért kérdeztem, hogy siet-e, mert rám szóltak, hogy nagyon legyek pontos, mert a miniszter úrnak rohannia kell. Nézek a kollégámra, ennyit el lehet árulni. Ezt hagyják, de rám is rám szólnak. Jó, miniszter úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. Köszönjük szépen, hogy az exkluzív vendége volt itt a Spirit FM 87,6-on. Gyorsan elmondom a stábot, hogy ezt az adást a mai napon Lőrinc Dorotti és Tóth Enikő szerkesztette. Orosz Patrik volt a technikusunk, és még egyszer köszönöm szépen Kásler Miklósnak, hogy vendégünk volt. Pici szolgálati közlemény, lehet minket nézni a spiritfm.hu oldalon és a Spirit FM Facebook oldalán is. Nekem is mindig elmondom, hogy vannak külföldi barátaink, külföldről is hallgatnak minket és megnéznek, hiszen ez a beszélgetés majd az ATV híradóban, illetve az ATV Spirit FM, illetve az ATV Spiriten is majd nem csak hallható, hanem látható lesz. Miniszter úr, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál.